Folytatódnak a járda és az útfelújítások városszerte. Ez egy nagyon fontos beruházásnak a végére érünk el, ami a tavaly évben kezdődött, ez a József Attila és a Szabadság utca teljes ivóvíz hálózatának a cseréje, és az ehhez kötődő útfelújítás. Ugye ezt azért fontos hangsúlyozni, mert sokan láthatták ugye a televíziókban, hogy Gulyás Gergely miniszter úr is elmondta, hogy nagyon rossz állapotban vannak a csatornák az országban sok helyen, illetve az ivóvíz vezetékek. Mi minden évben megpróbálunk erre fordítani, és a DRV által fizetett koncesziós díjból ilyen felújításokat megvalósítani, mint ami itt is elkészül, hiszen ebben a két utcában már több mint 50 évesek voltak ezek a vezetékek, amik most már a héten végre élőre lettek kötve, és emiatt elkezdődhet az útnak az aszfaltozása is. Az pedig egy külön öröm, hogy így megvalósulhat mind a két utcában az aszfaltburkolatnak a cseréje is. A víznyomó vezetékek cseréjét követően a Szabadság és a József Attila teljes aszfaltozása is megtörténik. Nagyon sok utat fogunk az idei évben felújítani, ez egyrészt a bicikli út beruházásának köszönhető, ugye ennek a keretében már a Noszlopi utcában a volt kerékpárút felújításra került, illetve egyes szakaszai felújításra kerültek. Ez a munka folytatódni fog, hiszen Bizén is járda felújítások lesznek, új híd épül, a Papagáj lakótelepen is elkészül a negyedik híd is, és így újra mind a négy híd felújításra fog kerülni. Aztán folytattuk saját erős beruházásból a Rákóczi utcai járdának a felújítását, ami azt teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag a város központból egészen a Tescóig egy megújult aszfalt burkolaton, illetve térköves burkolaton lehet majd sétálni. A kerékpárút beruházásához kapcsolódóan még a Komáromi utca, a Mikszáth utca, Liget utca, Tavasz utca teljes aszfaltozása várható, és szintén önerőből fogjuk megvalósítani majd a Gólya utca, Öreghegyi utca és a Park utcának a felújítását. Ezek a beruházások azt szolgálják, hogy megpróbáljunk létrehozni olyan alternatív útvonalakat is, hogy ne a biciklis közlekedésre kijelölt útvonalon közlekedjenek az autósok, hiszen azok lesznek az elsősorban először felújított utak, ha nem legyen lehetőség egy másik útvonalat is igénybe venni. A város több részén a nyár folyamán új burkolatot kap, több utca járdája és útteste. És ezek a beruházások ugye azok, amik már szerződéssel rendelkezünk, illetve kiviteli tervek vannak, és tervezés alatt pedig az Arany János utca, ahol szintén egy ivóvízvezeték cseréjével szeretnénk megvalósítani a beruházást, illetve az egyik nagyon fontos projektünk a Zöld Városnak a folytatása, itt a Rákóczi utcai tömbelsőnek, a múzeum köznek a teljes felújítása, ami szintén egy új útnak a kialakítását fogja magával hozni, illetve a meglévő közlekedési felületeknek a felújítását. Terve van már a városközpont folytatása és az Arany János utca felújítása is.